Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Három hét szünet után a Szeged ellen játszanak bajnoki mérkőzést a cápák. A negyedik helyen zárta az Extraliga alapszakaszát a Fátum Nyíregyháza. 10 kategóriában díjazta a legjobbakat az MLS megyei igazgatósága. Kis gyerekek ismerkedtek a kézilabda alapjaival a kezdő dobás programban. Három hét szünet után játszik ismét bajnoki mérkőzést a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák szombaton 19 órai kezdettel a Szegedet fogadják a Continental Arénában. Nagyon fontos volt a játékoskeresés, és meg is találtuk, és új játékosunk is érkezett, és utána viszont el tudtunk már kezdeni rendesen dolgozni. Tehát azt mondom, hogy az utolsó másfél hét volt az, ami már tényleg a minőségi és érdemi munkáról szólt. Előtte inkább a rehabilitációról is lett az egyéni dolgokról volt szó, de úgy érzem, hogy tartalommal tudtuk megtölteni ezt a három hetet. Mi az, ami leginkább finomítani kell, állítani kell ahhoz, hogy azok a meccsek a mi javunkra dőljenek el a következőben, amelyek az elmúlt fordulókban az ellenfél javára dőltek el? Úgy érzem, hogy ezt inkább mentálisan kell rendbe tenni, mert volt, hogy támadásban is nagyon jók voltunk, volt, hogy védekezésben is jók voltunk, de hát voltak olyan meccsek, mint például Szolnokon, hogy a végjátékot azt sikerült behúzni. Inkább az, hogy ezt a jó védekezésünket meg tudjuk csinálni a negyedik-negyedekben is, illetve támadásban ne essünk vissza, főleg olyankor, amikor az ellenfél egy kicsikét nagyobb nyomást tesz ránk, akkor egy kicsikét el szoktuk veszíteni a fonalat. Azt gondolom, hogy igazából ezt a két részt kell összetenni, és ennek főleg mentális tényezői vannak. Alonso Coleman személyében egy fizikális center érkezett. Mennyire sikerült eddig beépíteni, mennyiben változik meg esetleg a csapatjátéka? Olyan szinten biztos, hogy megváltozik, hogy ahogy mondtad, egy fizikálisabb játékos lesz, tehát bentről egy kicsikét veszélyesebbek leszünk, remélem. Rutinos játékos, védekezésben is úgy gondolom, hogy főleg a szervezésben sokat, és a kommunikációban sokat tud segíteni. Igazából Szetlődéjel se volt semmi probléma, de úgy éreztük, hogy egy más típusú játékos kell, és az átigazdás időszak utolsó napjában sikerült a Talonzóra rátalálnunk. Matematikailag még megvan az esélye, hogy a tizedik helyre odaérne a csapat. Az első lépés a Szeged elleni szombati hazai mérkőzés és azon a győzelem. Milyen messze számítasz, hiszen egy jó szezont futó Szeged érkezik? Igen, egy nagyon jó formában lévő Szeged. Az nehezen kezdték a szezont, a nemzetközi kupa miatt egy kicsikét hullámvölgyben voltak, de utána rendbe jöttek, légiós cseréltek. Azt gondolom, hogy a négy légiósuk nagyon erős és nagyon jól tudnak együtt játszani, illetve a magyar magban úgy gondolom, hogy a Bognár Kristóf az válogatott szintű, illetve légiós szintű teljesítményt tud letenni, és nagyon jó kiegészítő emberek vannak. És ami nagyon nagy előnyük, hogy többen már ott vannak évek óta, és nagyon jó csapatkohézió van az edzőstábbal is, tehát ez mindenféleképpen előnyük, de úgy gondolom, hogy ha azt a támadójátékot tudjuk hozni, ami ránk jellemző, és védekezésben egy kicsit előrébb tudunk még lépni, visszaszorítani a kapott pontokat, bár nem lesz egyszerű, hiszen az egyik legpont erősebb játékos ott játszik Szegeden, akkor úgy gondolom, hogy győzelmi esélyünk van, illetve hát győzni szeretnénk, hiszen, ahogy mondtad, szeretnénk versenyben maradni. A bajnokság folyamán minden csapatnál cseréltek légiósokat, annyira egy ház az utolsók között szinte az utolsó pillanatban lépte ezt meg. Mi tette szükséges és miért pont erre a játékos esett a választás? Azt láttuk, hogy kicsit szerkezetben változtatnunk kell. Alapvetően elégedettek voltunk Szetnek a teljesítményével. A számok azt mutatták, hogy hasznos ötödik légiósa volt a csapatnak. A padról érkezve tudott sokszor új energiákat bevinni a mérkőzésbe. Viszont nem egy klasszikus ötös pozíciója játékos volt, és sajnos ezen a poszton elfogytunk, hiszen nem úgy jöttek a teljesítmények esetleg másoktól sem, ahogy vártuk. Úgyhogy arra a döntésre jutottunk szakvezetés szinten, illetve az edzőkkel, hogy inkább egy ötös pozíciójú klasszikusabb centerre van szükségünk a továbbiakban. Mennyire nehéz ilyenkor már olyan játékos találni, aki segítségére lehet a csapatnak? Nagyon nehéz, hiszen alapvetően is zárt a piac, a Covid miatt nem nagyon mozgolódnak a játékosok, de egyébként így az utolsó pillanatok egyikében mindig nehéz. Nem volt sok lehetőségünk, de nem volt sok lehetőségünk a Suárez kapcsán sem, amikor őt igazoltuk, úgyhogy meg bízom benne, hogy jól sikerült választani. Ez a játékos nagyon jó helyeken játszott, kellően tapasztalt, úgyhogy bízom benne, hogy tud segíteni.
3 forduló van még hát az alapszakaszon, matematikailag megvan az esély a 10. hely megszerzésére, ami a biztos bennmaradás jelenteni. Átérzik a játékosok ennek a 3 meccsnek a fontosságát? Bízom, hogy átérzik. Az előző 4-5 meccsünk is mind élethalál volt, amit meg kellett, vagy meg kellett volna nyerni, sajnos elmentek kulcs találkozók. Nem nehéz a matek, 2-vel többet kell nyernünk ebből a 3-ból, mint amennyit az oroszlány fog. Nekik nem könnyű a sorsolásuk, viszont nekünk tényleg most már nincs hibázási lehetőségük. Most szombaton Szeged ellen, majd Pakson kötelező a győzelem. A 4. helyen zárta az alapszakaszt az Extraligában a Fátum Nyíregyháza. Némes Szabolcs együttesének a negyeddöntőben a Kaposvár lesz az ellenfele. A kitűzött célok, amit a bajnokság előtt kitűztünk, annak értelem szerint még nincs vége, tehát az alapszakasz vége után elfoglalt 4. hely az persze nem egy kimagasló eredmény, főleg tőlünk, főleg ettől a csapattól. Ezen szeretnénk változtatni a bajnokság hátralévő szakaszában. Hál' Istennek egy olyan rendszerben játszunk, hogy most magunkra nézve, ami jó, hogy a playoffba teljesen tudjuk annulálni lényegében ezt az elmúlt nehéz időszakot, hullámzó teljesítményt. Szeretnénk már most szombaton egy olyan rajtot venni, egy olyan játékkal előrukkolni, ami reálisan fog minket, nekünk egy olyan képet adni, hogy nyugodtan tudjunk belemenni, nyugodtan, de annál nagyobb erővel tudunk majd belemenni a playoffba. A tavalyi kuparany, bajnoki arany után említetted a szombatot, mennyire motiváló most a bronzérem megszerzése, mondjuk a Békés Csaba ellen léptek pályára a Magyar Kupában. Békés Csaba Nyíregyháza mindig egy presztíz mérkőzés, mindig nagy betűkkel beszélnek róla, hiszen az elmúlt években mindig hatalmas nagy derbiket, hatalmas mérkőzéseket láthatott a publikum és minden röplabdát szerető. Ez volt a tavalyi döntő, idén ez a bronzmeccs. Nagyon-nagyon motiváltak vagyunk, még egyszer mondom, pontosan azért is, mert nem szeretnénk ezt a frontot se érem nélkül hagyni, meg én hiszem, hogy ez a mérkőzés adhat egy akkora energiát, akkora erőt a továbbiakra, hogy ugye ebben a szezonban még a Békés Csabát nem tudtuk legyőzni, egy nagyon jó, stabil csapat, egy nagyon stabil alapszakasz van mögöttük. Én hiszem, hogy a játékosokon ez áttörheti azokat a görcsös gátakat, amik ugye jellemezett sajnos minket ugye az elmúlt időszakban. Én nagyon bizakodó vagyok, a lányok nagyon keményen és motiváltan dolgozták végig ezt a 2 hetet, ugye, ami volt erre a mérkőzésre. Én nagyon nagy reményekkel megyek Érdre hétvégén. A bajnoki folytatást nézzük, ugye 3 nyert mérkőzésig tart egy párharc. Ha kimaxoljátok, mondjuk akár még 15 meccs is várhat a csapatra, milyen fejlődési lehetőség van még az együttesben? Mindenféleképpen így számolunk, és így is készítjük őket fizikálisan, hogy 15 mérkőzésre. Szeretném, hogyha a negyeddöntő az azért meg lenne akár 3 mérkőzésből is. Én hiszem, hogy a Kaposvárnál vagyunk annyira jobbak, hogy ezt le is tudjuk hozni reálisan 3 mérkőzésből. Ehhez természetesen lesz a Kaposvárnak is 1-2 szava, de esélyesként és úgy fogunk Kaposvár fogadni, és utána utazni oda, hogy mi nem veszítjük szem elől az év elején megfogalmazott célokat. Tisztában vagyunk vele, hogy milyen időszak van mögöttünk. És a kérdésre, a fejlődésre pedig az kell, hogy ezt a hullámzó teljesítményt, ezt stabillá tegyük, és a mérkőzés elejétől a végéig képesek legyünk egy adott formát, egy adott szinten játszani, és abban ne legyenek hullámzások, amik esetleg akár szetveszteséget, vagy ne adj Isten, egy mérkőzés elvesztését eredményezhetik. Ebbe kell nekünk nagyot előrelépni. Az elvégzett munka enged arra következtetni, hogy jó úton járunk. Értelem szerint még nem vagyunk bajnoki döntős formában, most fizikálisan is egy kicsit fásultak voltak, már azt a DVTK mérkőzés után is említettem, de ezt már remélem, hogy nem fogom viszont látni hétvégén, ott már mentálisan a lányoknak is át kell állítani a fejüket arra, hogy tényleg harcosként és amazonként kell nekik küzdeni, mind a klubért, mind saját magukért, és mind azért, hogy bebizonyítsák, hogy az elmúlt időszak az csak egy rossz időszak volt, amit szeretnénk magunk mögött hagyni. Az MLS megyei igazgatósága hétfőn tartotta a hagyományos díjátadó ünnepségét, amilyen 10 kategóriában ismerték el 2021 legjobbjainak teljesítményét. Az elmúlt évben elmaradt ez a már hagyományosnak mondható rendezvény. Mennyire hiányzott az igazgatóságnak, mennyire hiányzott a futballistáknak, sportvezetőknek, edzőknek? Azt hiszem, minden egyes díjazás nagyon várnak a résztvevők, a futballisták, az edzők, a sportszakemberek. Nagyon sajnáljuk, hogy 2021-ben nem tudtuk ezt a díjátadást megrendezni, viszont nem lett volna sportszerű semmilyen szempontból, és nem is hozott volna igazából valódi díjazottakat, hiszen jól emlékezhetünk rá, hogy 2020-ban, március 16-án befejeződött a 19-20-as szezon, illetve
20-21-es szezon sem ment végig, hiszen november elején, közepén azért nagyon sok mérkőzés el lett tolva tavaszra. Emlékezhetünk rá, hogy 2020 év végén 320 találkozó lett áttolva 2021-es naptári esztendőre. Úgyhogy ezért nem rendeztük meg 2020-ban ezt a díjátadást. Most viszont 2022 év elején semmi akadálya nincs annak, hogy az előző naptári esztendő, tehát a 21-es naptári esztendő legjobbjai díjazzuk 10 kategóriával, plusz külön díjakat is átadunk. Mennyire volt nehéz dolgotok, mikor ki kellett választani azokat, akik elismerést kapnak az elmúlt évi teljesítményük alapján? Hogyha egy egész éves teljesítményt nézünk és értékelünk, akkor mindig nehéz dolgunk van. Ugye a versenybizottsággal szoktunk összeülni, illetve az elnökség is, az elnökségi tagok is tudnak javaslatot tenni, és nagyon sokszor több kategóriában is van olyan, amikor több név, több csapat felmerül, és bizony azért többször úgy át kell beszélni, hogy végül is kinek adjuk. Mindig van, azért azt hozzá kell tenni, nagyon sok kategóriában van olyan, hogy a most díjazott csapat vagy személy mellett is lehetett volna még kiket díjazni, de hát valakit választani kell, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, de úgy gondolom, hogy jól sikerült a választás. Abszolút objektív mérce nincs arra, hogy összehasonlítsuk a megyék bajnokságainak erejét, de azért gondolom egy rangsorra szakemberekben nagyjából megvan, hova lehet helyezni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Azt hiszem, hogy az amatőr válogatottak tornája ezt jól mutatja. Nem csak az, hogy most megnyertük a régiós tornát és bejutottunk az országos négyes döntőbe, hanem az, hogy mióta van Mavon, mióta van megyei amatőr válogatottak tornája. A 6 alkalomból 3-szor első, 3-szor pedig második helyen végeztünk. Az országban a 20 megye közül a legelsők vagyunk magasan. Nincs még egy olyan megye, aki maximum csak második volt. Tehát a régióban, Észak-Kelet-Magyarországon nyugodtan kijelenthető mindenképp Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei amatőr labdarúgás a legerősebb. Országos szinten is azt hiszem, hogy ott vagyunk a top 3-4-be, tehát ezt szintén nyugodtan ki lehet jelenteni. Elindultak most már a különböző osztályokban a bajnokságok, rendben megy minden eddig? Egyelőre igen, ugye a megyei első osztály már 3 hete indult be, a megye második osztály most hétvégén, és 2 hét múlva fog indulni a megye 3, egyelőre még kisebb gondokkal, de beindultunk, úgyhogy nem voltak még problémák. Bízok benne, hogy ez így is marad, és végig tudunk menni ebbe a szezonban. A 2021-es év legjobb férfi edzője díjat vehetted el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ami azt jelenti, hogy egy jó 21-es évet zártatok, mégis belülről a pálya mellől milyen volt az elmúlt esztendő Nyírbátorban? Ilyen még nem volt része. Természetesen eddig játékosként azért elég sok díjat vettem át. Most edzőként is tényleg ez nagy megtiszteltetés. Hát ahhoz, hogy ide kerültünk, azért tudja mindenki, hogy nulláról kellett kezdenünk. Nagyon fiatal csapattal, de nagyon reméljük, hogy a múlt év is, meg ez az év is olyan lesz, hogy építkezni tudunk a csapattal. Játékosként nagyon sok nagy sikerben volt rész egy Nyírbátorban. Milyen volt a megyei másodosztályban szerepelni, ottal azért voltak olyan meccsek, ahol játszottatok egy Diógyőrrel, egy Sparival, magasabb szintű csapatokkal is? Igen, nagyon nehéz volt. Én mindenkinek elmondtam, hogy ilyen osztályban azért Nyírbátor nagyon-nagyon régen volt. Nehéz is volt visszaállni azért főleg a megye 3-ba. Megye 3, megye 2 szintre vissza kellett lépni, ez nagyon nehéz dolog volt. A megyei első osztályban hogy szerepeltek, most mi az elvárás újoncként? A biztos bemaradásnak tűztük ki a célt, és a következő időben azért próbálunk egy masszív megye első osztályi csapatot kihozni a Nyírbátorba. Mennyire könnyű Nyírbátorba játékos vinni? Nagyon fiatal a csapatunk. Természetesen vannak rutinus játékosok, de próbáltuk a nagy részét az a fiatalokra építeni. Az, hogy ezután, hogy mire lesz az elég, az is mondom, hogy próbáljuk építeni masszív csapatot, azért mindenki a fiatalok közül, aki tudja a futballt, az tudja, hogy a jobb játékosok azért megmaradnak, aki esetleg nem olyan teljesítményt tud nyújtani, természetesen le fog mozsolódni, de mindenkinek megadtuk az esélyt, hogy megmutassa a Nyírbátorba, hogy megy első osztályba tud futballozni. Ez a mostani gálán díjátadón volt külön díj is. Kis Tamás egyetemben te is átvettél egyet. Alig hatítok, hogy a megye válogatott szereplését. Most már egy picit leülöpedve milyen érzésekkel gondolsz vissza erre a nagyon szép menetelésre? Nagyon jó érzésekkel gondolok vissza, hiszen egy nagy sikert értünk el. Amikor vége lett a tornának, ott egy kicsit kellemetlen volt a szánk íze, hiszen benne volt az, hogy még szebb sikert érünk el, hiszen nagyon szoros mérkőzésen kaptunk ki az elődöntőben Baranya megyétől, de így leülepedve már én azt gondolom, hogy nagyon szép sikert értünk el, és visszagondolva teljesen jó érzések töltenek el. Hogyan érték meg a játékosok? Ugye, ha megye válogatottól is van szó, mégis
csak egy válogatott mezt húzhattak magukra. Hasonlóan, mint én, hiszen csalódottak voltak az elődöntő után, de múlt héten volt egy vacsoránk, egy ilyen közös évzáró, hát most lezárni ezt a szép szereplést egy vacsora. Ott már azért mindenki megnyugodva úgy gondolt erre a reményre, hogy mindent megtettek a cél érdekébe, és azt gondolom, hogy nagyon szép sikert értünk el. Ez a tornát két évente rendezik meg, az ördögtől való gondolat, hogy esetleg már két év előre gondolkodva rendszeres összetartásokat szervezett, tudom, nem könnyű, hiszen amatőr játékosokról van szó, munka, és a klubok is szeretik, ha azért ott vannak náluk az edzéseken a futballisták. Pontosan, amikor a tornán vereséget szenvedtünk, én akkor azt mondtam a csapatot, amikor összehívtuk, és akkor azt mondtam, hogy ezt a sikert szinte edzés nélkül értük el, összetartás nélkül értük el, ha előrébb szeretnénk lépni, akkor mindenféleképpen abba kell gondolkodni, hogy többet edzeni, illetve egy összetartás szerűt. Hát mondjuk nagyon nehéz megoldani, tehát nagyon nehéz, mert az egyesületek azért ragaszkodnak a játékosaihoz, de ha még szebb sikert szerni kell, én akkor áldozni is kell érte. Kisgyerekek ismerkedtek a kézilabda alapjaival a Continental Arénában. A kezdődobás program célja az, hogy megismertesse a gyerekeket a sportággal, és bővítse a kézilabda bázisát. Látható, hogy nagyon jó a hangulat, és szerintem nagyon rossz hírek után nagyon jó hallgatni ezeket a kis gyermek csiviteléseket, zsivajokat. A Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága szervezi meg ezeket a programokat, ez U8, U9-es korosztályban vannak, ők a legfiatalabb korosztály a Magyar Kézilabda Szövetség sportolói között. Nagyon szeretnénk, hogyha ők megismerhetnék a sportágat, és megszeretnék a sportágat, úgyhogy elsősorban a mai napnak az élmény szerzése feladata, hogy ezek a kis fiatal sportolók nagyon jó élményekkel tudjanak hazatérni. Honnan érkeztek a résztvevők, mekkora a mezőny? Nagyon nagy a mezőny a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mert az egyik legnagyobb utánpótlás bázissal rendelkezünk. 40 csapat nevezett a mai eseményre, viszont a betegségek, a Covid és az influenza járvány miatt nagyon sok a hiányzó az iskolákban, ez érezhető itt a pályán is. 26 csapat érkezett meg, hát látható, hogy a 26 csapat mekkora tömeget jelent, így is képesek megtölteni egyébként az arénát. Ez a korosztályban igazándiból látható, hogy lehet, hogy még sokan nem kötődnek a sportákhoz, a megyék kézilabda szövetségnek sem titkolt célja, hogy minél többen kézilabdázzanak a megyében, ezért mi is készültünk a kis fiatal sportolók számára műzliszteletekkel, reméljük, hogy ezzel tudjuk egy kicsit növelni az élményt. Van sporták, például a labdarúgás, amely már óvodáskorban megpróbálja magához csábítani a gyerekeket. Ti mit tudtok tenni azért, hogy egy ilyen élmény után esetleg megmaradjanak ezek a gyerekek, ha nem is mindenki a kézilabda mellett? Ez a program még nagyon új, 3 éve kezdte el egyébként a Magyar Kézilabda Szövetség. Tavaly a pandémia miatt nem tudtuk megszervezni, de ezek a programoknak a szervezése folyamatos lesz, tehát később tavasz folyamán újra megszervezésre kerül, és újra próbáljuk ezeket a gyerekeket bevonni. Akik kilátogattak ma, azok látják, hogy 3 pályán zajlanak az események. A kis sportolók 2x10 percet töltenek a pályán, ez éppen elég ahhoz, hogy egy kis mérkőzés tapasztalatot tudjanak szerezni. És a csarnoknak legszélén pedig egy animátor van, aki olyan feladatokat, képességfejlesztő feladatokat mutat meg a szakembereknek, akik a gyerekekkel foglalkoznak, amelyek később megsegítik majd a fiatal sportolókat a mérkőzés alapjainak elsajátításában. Számoljátok az eredményt, vannak sportágak, ahol ebben a korban még nem számolják. Hozzáteszem, azért a szülők mindig figyelik, hogy ki mennyi gólt dob. Nagyon fiatal a korosztály, U8-U9-ben nem is lenne értelme, nem számoljuk. Tényleg csak az élményszerzés a célja az, hogy megszeressék a sportágot a fiatalok. Azt szoktuk mondani, hogy hála Istennek nem nehéz megszeretetni a sportágokat, hiszen ez egyik legsikeresebb látvány sportágról van szó. Az elmúlt év végén a kézilabda szakmai napon beszélgettünk arról, hogy milyen feladatai lesznek a megyei szövetségnek tavasszal. Akkor azt mondtad, hogy bízol benne, hogy a pandémia elmúlik. Úgy tűnik, hogy ez a probléma egyelőre legalábbis a múlt év, viszont itt a másik a orosz-ukrán háború kapcsán több megyei sportcsarnokot is igénybe vett a honvédség. Mekkora gondot jelent ez? Valóban így hangzott el a szakmai napon, és én nagyon optimista voltam, hogy meg fog oldódni a pandémia. Ezt jól prognosztizáltam, mert el is törlik a szigorításokat, viszont az ukrán háború sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtja a legjobban. Jelenleg 5 olyan csarnokunk van, amit elveszítettünk, ez érinti az NB1-es, NB2-es, NB1-b-s, a kisiskolás és a gyermekbajnokságban szereplő sportolóinkat. Jelenleg várjuk, hogy esetleg további csarnokok kerülnek esetleg a Magyar Honvédelem által bevonásra, menekültek segítésére. Ezt azt hiszem, hogy országos szinten tudják majd csak megoldani. Azt szokták mondani az edzők, hogy az egyik legszebb feladat megtanítani egy gyereket egy sportág alapjára, megismertetés sportága. Mennyire szép és mennyire nehéz ez a feladat?
Ez valóban így van, és azt is szoktuk mondani, hogy a kicsikhez, a legkisebbekhez kellenek a legtapasztaltabb, legnagyobb tudással rendelkező edzők. Ez van, amikor megvalósul, van, amikor nem. Ma a elmúlt 2 évet követően van újra ezeknek a 8-9 éves gyerekeknek kézilabda játék, aminek irgalmatlan módon örülünk. Az elmúlt 2 év ugye ez elsősorban a pandémiáról szólt, különböző korlátozások voltak, vagy miniszteri rendelettel az iskolába való belépés sem lehetett megoldani, ahol tudtunk, online edzéseket tartottunk, ahol tudtunk, elmentünk más helyszínre és ott tartottunk edzéseket, de gyakorlatilag ez lehetetlen volt az elmúlt 2 évben. Most ez a tanév már jobban működik, bár most is sajnos a pandémia miatt nagyon sok karantén helyzet volt. Így barkodunk, törekszünk arra, hogy minél nagyobb képzésben részesítsük a gyerekeket, de sajnos ez a kézlabdamentes időszak, ez látszik a gyerekeinknek a létszámán is. Egy gyerek kezébe labdát adnak egy darab, hogy biztos jól elszórakozik vele, de a kézlabdán kívül van futballlabda, kosárlabda, röplabda. Mit tudtok tenni, hogy ezek a gyerekek, akik így belekóstolnak a kézlabdába, itt maradjanak a sportág mellett? Van egy nagyon jó szívóerőnk, ez az évek óta tartó rendes, következetes munka. Tehát itt vannak, nagyon sok olyan kis gyerek van, kislány, kisfiú, akinek már a testvére 2-3 évvel ezelőtt nálunk játszott, tehát ott gyakorlatilag családi tradíció, hogy jönnek tovább. Egyrészt, másrészt a már emlegetett versenymentes időszak az nagyon rosszul jött nekünk, hiszen más sportágokban működtek ezek a utánpótlás bajnokságok. Ez nagyon sok gyereket el is vitt a kézilabdázásból. Országos statisztika szerint is több ezer gyerek hiányzik a korábbi rendszerből. Természetesen újra kell gondolni, újra kell tervezni, és újra kell a gyerekeket még egyszer behozni a rendszerbe, és még egyszer megtanítani. Nagyon nehéz, de ezek a rendezvények, ahol játszhatnak, mozoghatnak, barátkozhatnak, ekkora csarnokban vannak, ugye ez megint csak egy olyan, keresik, hogy hol vannak Jézus Mária, ez mind-mind-mind olyan élmény a gyerekeknek, amelyek nagy mértékben erősítik azt, hogy maradjanak a kézilabda mellett. Természetesen ez nem jelent semmit, hiszen még nagyon sok más elszipkázó erő van, de ez biztos, hogy akik itt vannak, megtapasztalják ezt a feelinget, bennük ez olyan mély nyomat hagy, hogy nem szabad elrontanunk azt, hogy ők kézilabdások legyenek. Már ebben a korban ki lehet szúrni egy-egy gyereklő, hogy nagyobb affinitása, tehetsége van egyáltalán a sporthoz, vagy azon belül akár a kézilabdához is? Természetesen, hát ugye itt a természetes mozgásokat, amely gyerek otthonról hozza, tehát a génekben már átvette szüleitől, vagy bárki családba felmenőtől, ez meglátszik már most is. Tehát egész más az a gyerek, aki a labdát tudja rögtön vezetni, pattogtatni, folyamatosan egymás után, és más az, akit nekünk kell megtanítani, hogy az hogy kell. Más az, aki tud normálisan futni, és más, akit nekünk kell megtanítani. Aki a hajító mozdulatokat, mit tudom én, gyakorolják otthon, hogy a halastónál minél többet kacsázzon az a kavics, annak teljesen más a mozgása, mint akit nekünk kell vérrel, verejtékkel megtanítani. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!